Sziasztok, Bognár Rita vagyok. Én pedig Szabó Zsolt. Benneteket is érdekel, hogy néz ki egy kastély belülről? Vagy hogy milyen az élet luxus kivitelben? Akkor tartsatok velünk egy élménybejárásra. Az épület maga a középkori vár jelleget hangsúlyozza, a késő reneszánszra jellemző saroktornyos kivitelben. Belső kialakításánál azonban már a luxus volt a fő szempont, ott bent pedig már barokkos stílusjegyeket képvisel. Falai meglepően vastagok, illetve minden szinten téglaboltozatos födémek kerültek kialakításra. A kastély mellett kapott helyet a 8-boxos istálló, ahol versenylovak tartására van lehetőség, illetve közvetlenül mellette van a kazánház, ami az épület fűtéséért felelős. Telepítettek egy 50 kW-os napelemparkot, ami a teljes kastély áramellátását biztosítja. És hogy még zöldebbek legyünk, a locsolás furt kutakról történik. Az épület a 20. század elején épült. Egy gróf építette a lányának, nász ajándékba. Jelenlegi tulajdonosa azonban teljes mértékben korszerűsítette és felújította, bár a stílust meghagyta. A felújítása alkalmával a nyugati szárnyban kapott helyet a teljes wellness részleg. Található itt beltéri medence, gőzfürdő, jacuzzi, illetve infraszauna is. Minden valamire való magyar kastély alatt található egy boros pince is. Tekintsétek meg ezt! Ez a vadregényes táj Budapesttől 50 percre található, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől pedig kb. 1 óra autóval. 6 hektáron terül el, és helyet kapott egy hangulatos kis tavacska, közepén egy szigettel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a különleges élménybemutatón. Reméljük tetszett. Ha további információra van szükségetek, keressétek a House Hunters ingatlanirodát.